Ebben a videóban az E-vitaminnal kapcsolatos tudnivalókról lesz szó, a természetes E-vitamin forrásokról, illetve arról, hogy az E-vitaminnak melyek a legfontosabb pozitív élettani hatásai a testünkben. Üdvözöllek, itt Hulyai Szabolcs Zoárd. Az E-vitamin egy zsírban oldódó vitamin, ami azt is jelenti, hogy a testünk el tudja hosszú távon tárolni, tehát nem szükséges naponta pótolnunk, fel tudja használni az elraktározott készletekből is. A zsírban oldódó vitaminok fontos tulajdonsága, hogy be tudnak hatolni a sejtjeink belsejébe, a vízben oldódók ugye erre nem képesek. Azért is nevezzük őket zsírban oldódó vitaminoknak, mert a sejtjeink fala lényegében egy kettős zsírréteg, és a zsírban való oldás egyben azt is jelenti, hogy ezen a zsírrétegen keresztül az adott vitamin át tud hatolni. A zsírban oldódó még ugye az A-vitamin, a D-vitamin és a K-vitamin is. Több videóban is beszéltem arról már, hogy a C-vitamin esetén rendkívül fontos, hogy természetes forrásból pótoljuk. Ez az E-vitamin esetén még inkább lényeges. A természetben az E-vitaminnak 8 nagyobb formája van, melyek két csoportra oszthatók, a tokoferolok és a tokotrienolok, melyek aránya kb. 50-50%-ban oszlik meg a természetben a növényekben. Ezen belül van alfa, béta, gamma, delta, tokoferol és tokotrienol. Ha kezedbe veszel egy mesterséges E-vitamin készítményt, látni fogod az összetevőinél, hogy a legtöbb esetben kizárólag tokoferolt tartalmaz, azaz az E-vitaminok 50%-át, tehát ugye a felét, azaz nincs bennük a legtöbb esetben tokotrienol. Ráadásul a legtöbb E-vitamin készítményben, főként az olcsókban, a tokoferol szintetikus formából származik. Az E-vitaminnal folytatott klinikai kutatások több mint 90%-a a tokoferolokkal történt, azon belül is az alfa tokoferolokkal, tehát kizárólag az E-vitamin komplex 1/8-át vizsgálták, ami azért lényeges, mert az E-vitaminnal kapcsolatos negatív hírek voltak ilyenek a múltban, például, hogy nagy dózisban növeli a halálozás esélyét, azok mind-mind erre a rendkívül részleges vizsgálatra alapozódnak. A tokotrienoloknak, tehát annak az E-vitaminnak, ami általában csak a természetben van jelen, az antioxidáns ereje becslések szerint 50-szer nagyobb, mint az általában szintetikus tokoferoloké. Ráadásul lényegesen több pozitív hatása van az emberi szervezetben. A tokotrienolok rendkívül jó hatással vannak az idegrendszerre, az agysejtekre, fokozzák a védelmet az oxidatív stresszel szemben, ezt ugye a kapszulázott E-vitamin nem tudja, vagy csak sokkal gyengébben. Addig, ameddig a tokoferolok, tehát a szintetikus E-vitamin egyre inkább úgy néz ki, hogy emeli az LDL koleszterin szintjét, akik a tokotrienol csökkenteni tudja az LDL-t, csökkentve ezzel például ugye a stroke esélyeit. Az E-vitamin komplex hasznos cukorbetegeknek, például a fekélyek és üszkösödés ellen, illetve az inzulin szükségletet is csökkentheti. A természetes E-vitamin növeli az erek rugalmasságát, ugye magas vérnyomás esetén is nagyon jó, illetve máj elzsírosodás, máj fibrózis esetén is hasznos, de még egyszer fontos kihangsúlyozni, ez leginkább a teljes értékű természetes E-vitamin esetén van így, és kevésbé a mesterséges kapszulákkal. Az E-vitamin csökkenti a sejtek oxigén szükségletét is, tehát ha van bőven belőle a testedben, kevesebb oxigénre van szükség a sejtjeidnek, ezért nagyon jó például ugye angina pectoris esetén is pótolni a természetes E-vitamint. A tokotrienolok pozitívan hatnak a bőr és a haj állapotára, messze jobban, mint a mesterséges tokoferolok ugye önmagukban, továbbá fokozzák a termékenységet is, tehát babavállalás előtt is hasznos lehet magas E-vitamin tartalmú ételeket enni, inni. Nézzük is akkor meg, melyek a legjobb természetes E-vitamin források. Először is a búzacsíraolaj a legjobb természetes E-vitamin forrás. Vigyél be hidegen sajtolt búzacsíraolajból 1-2 kanállal minden nap. Másodszor a magvak és a belülük készült hidegen sajtolt olajok, melyek közül a legjobbak ugye például a napraforgó, mandula, mogyoró és a pekándi olajban van még sok. Harmadszor az állati eredetű ételeken belül a halételekben, illetve a tojás sárgájában van sok belőle. Negyediknek pedig megemlíteném még a zöldeket is, avokádó, brokkoli, spenót, mángold, céklazöldje a jelentősebb E-vitamin források. A következő lényeges tudnivaló az E-vitaminról, hogy mint zsírban oldódó vitamin, az egyik fő szerepe a testünkben az a zsírban oldódó részek struktúráknak a védelme.
Például a sejtfalak ugye zsírrétegekből állnak, és ezt a zsírréteget is védi az oxidációval szemben. Aztán a szemeknél a recehártya, a retina is ugye zsírokból áll, ott is rendkívül fontos a szerepe az E-vitaminnak. Így például ugye a retinopátia esetén lényeges ugye a pótlása, ez a probléma ugye a cukorbetegeknél alakul ki gyakran. Továbbá az idegsejtek körül is ugye zsírrétegek találhatók, ezt ugye mielinnek nevezzük, azaz nagyon hasznos pótolni a természetes E-vitamint az idegrendszert, az agyat érintő problémák, betegségek esetén is. Az E-vitamin zsírvédő funkciója itt egyébként a szelén tudja erősíteni, illetve az E-vitamin fokozza a glutatión erejét, ez ugye a testünk egyik legerősebb saját antioxidánsa. Hol tárolódik el a legtöbb E-vitamin a testünkben? Mert ugye ebből is jól fog látszódni, hogy hol a legfontosabb a szerepe. A legtöbb E-vitamin az agyalapi mirigyben koncentrálódik, majd a máj, illetve a zsírsejteink tárolnak sokat még az E-vitaminból. Mindezekből érdekes következtetéseket is le lehet vonni. Az agyalapi mirigy számos hormont termel, például ugye a luteinizáló hormont, a mellékvese stimuláló hormont, prolaktint, tüszőérlelő hormont, a növekedési hormont és a TSH-t is ő termeli. Ebből levonhatjuk azt a következtetést is, hogy az E-vitaminnak ugye jelentős szerepe van a hormonok működésében. Itt is elsősorban védő szerepe van, így alacsony a szintje, az hormon problémákhoz is vezethet. Például hölgyeknél a változó korban a természetes E-vitamin pontás mindenképpen egy jó ötlet, mert csökkenthetők a segítségével az olyan negatív tünetek, mint például a hőhullámok. És végezetül nézzük meg azt is, hogy mi miatt csökken az E-vitamin szint a szervezetünkben. Általában a diéta csak annyiban játszik csökkentő szerepet, hogy a magas szénhidrát bevitel hosszú távon az mindenképpen csökkenti a szintjét, de általában nem a diéta miatt alakul ki a E-vitamin hiány, hanem egyéb betegségek következtében. Ilyenek egyes gyulladásos bérrendszeri problémák, betegségek, a gyomorműtétek után, amikor ugye romolhat ugye a felszívódása. Illetve ha kevés az epesavunk, ez is lehet például epehólyag eltávolítása után, mivel mint minden más zsírban oldó vitaminhoz, az E-vitamin felszívódásához is szükség van epesavra. Bízom benne, hogy hasznosnak és érdekesnek találtad ezt a videót is, ha szeretnél hozzáfűzni még valamit a témához, ne fogd vissza magad, írd meg a hozzászólásokba, hogy mások is tudjanak róla. Ha még nem vagy feliratkozva, iratkozz fel a csatornára, mert így kapni fogsz értesítést a következő hasonló videókról. Köszönöm a figyelmet, találkozunk a következő videóban, addig is az egészség legyen veled!